mi segítségünk jöjjön az Istentől, ami mennyei Atyánktól, és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségével. Amen. Drága testvérek, nagy szeretettel köszöntünk mindannyiótokat ezen az örömünnepen. Gabinak és Tominak az örömünnepe ez, és méltó a megöletett párány, az Úr Jézus Krisztus, hogy örüljünk azért, hogy az ő életüket is megváltotta, és útjukat összehozta, és hogy ennek a közös útnak a kezdetén mi is itt vártunk, és az Isten áldását kérhetjük az ő közös életükre. Foglaljatok helyet, hát a testvérek, kezdjük el üdvítőket, helyezzük kényelembe magát. Kezdőjéneket fogok énekelni, én még így sem foglalkozom, de már akkor szeretném. Kejfölé
most jöjj velem, mert a tél véget ér, az eső elmúlt rég. Még mielőtt az estük a drága vőlegény barátunktól és mennyasszonyunktól bevennénk, azelőtt el fogunk csendesedni, és megkérjük a vőlegényt és a mennyasszonyt, hogy hálaadásban tárja ki a szívét Isten elé, és imádkozzon. Álljunk fel ezt. Köszönöm, hogy átfogadtok a téged, és köszönöm, hogy velem vagy. Köszönöm a feleségemet is, hogy itt már mindent kérek átfogni házasságot, és segíts meg bennünket, hogy a gyakorlatilag a választott téged hallgatál meg, és azt szeretnéd, hogy minden egyes percben, minden kérdésünkben, minden elfáradásunkban és minden problémánkban hozzád fordulunk, és ne felejtsük el sem, hogy a legjobb időket, a legelőteljesebb pillanatainkat, azt is neked adjuk. Kérlek, légyél velünk és álljunk ezt a házasságot. Amen. Amen. Jézus, én valami annyira hálás vagyok neked az időt, de elmondtam, hogy hálás vagyok azért, hogy te jutottál el minket az útban. Köszönöm azt, hogy minden egyes pillanatban te ott voltál és támogattál, és soha nem engedted a szolgálatot. Köszönöm neked azt is, hogy te sokat megbocsátottál. Köszönöm neked azt, hogy nem sokszor hallottuk a másiát. Uram, köszönöm neked, köszönöm azt, hogy szeret. Köszönöm neked azt, hogy a felségeket, és a bírók érdemeket. Kérlek, Istenem, légy meg rám. Légy meg rám, hogy
Most pedig miután azzal a szent elhatározással jöttetek ide, hogy házastársi kötelességeitek teljesítésére esküvel is kötelezitek magatokat, fogjátok meg egymás jobb kezét, és mondjátok utána az esküt. Mondjad először is, te keresztény férfi testvére. Én esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, hogy ezt a nőt, akinek most, Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt, Isten törvénye szerint feleség. Hozzá gyűlösszem. Véle megelégszem, véle szentülélek, véle tűrök, véle szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomiban vagy holtáiban, hitetlenül el nem adom. Hanem teljes életemben, hűséges gondviselője lesz. Isten engem úgy segélye. Mondja te is keresztény nő testvérem, én esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, ezt a férfiút, akinek most Isten színe előtt kezén vagyok, szeretem. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint feleségből. Hozzá gyűlösszek, véle megelégszem, véle szentlélek, véle tűröm, véle szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben, hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segéljen. Minek utána elhangzott az eskü, ezt a szövetséget, az, hogy is megpecsételik, az házasság szimbólumát, a gyűrűt is felhúzzák egy másodjárnál. Tomi testvérem, amit eljegyzett feleségedet ezzel a gyűrűvel, kérlek maga után a következőket, ezzel az ujjához. Tégy engem, mint egy pecsétet, a te szívedre. Mint egy pecsétet, a te halodra. Gabi, jegyezd el te is férjedet, hogy utána a következőket. Mert erős a szeretet, mint a halál. Mert erős a szeretet, mint a halál. Kemény, mint a sír. Kemény, mint a sír. A buzgó szerelem. És fogjátok meg egymás kezét, mondjátok utána. Lángjai tűznek, lángjai. Lángjai tűznek, lángjai. Az Úrnak lángjai. Szóval Ámen. Hallotta Isten, hallottuk mi is esküléseteket. E
szent esküdök alapján református keresztény anyaszentegyházunk nevében én is megkötöttek nyilvánítom házassági kegyeteket. Intelek titeket, tartsátok meg ezt az esküvést, hogy Isten áldása veletek van, és hogy Isten félő, fedhetetlen és követésre méltó házassági és családi életetek által az ő szent nevére dicsőség, ti rejátok pedig áldás érjen. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, testvérek is már. Hogy ilyen csodának a szent tanúi lehetünk ismét, hogy a te jelenlétedben két általad megtalált és megváltott ember hűséget fogad egymásnak. És nagyon köszönjük neked, Urunk, hogy ezt a hűségestűt te pecsételek meg a Jézus vérével. Mert nem tudunk mi másképp ígéretet megtartani. Nem tudunk kitartani egymás mellett. Csak úgy, hogyha te könyörülsz rajtunk. És köszönjük, hogy te már megtetted ezt az Úr Jézus Krisztus által. Nagyon hálásak vagyunk, Urunk, Tomi életéért, Gabi életéért, és most azért a közös életért, amit nekik szántál, azért a közös útért, amelyre elindítod őket kegyelmet. Kérünk, fedezd be őket a te felfoghatatlan szeretetedben, és a te szeretetednek a lángjai ízítsák az ő szívüket, életüket, házasságukat eszentünk. Minket pedig, akik testvéreik vagyunk, akikkel egy családba tartoznak, segíts abban, hogy valóban kitartó szeretettel, gondoskodó szeretettel fogadjuk be őket, maradjunk testvéreink bennem. Köszönjük neked, áldunk és magasztalunk téged az előtt, meghallgatsz az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Jöjjétek, mondjuk el a Úrtól tanult imádságunkat is. Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsássunk a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azokra, akik ellenünk védkeztek. És ne védj minket a kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága Tomi és Gabi, ez a két gyertya benneteket jelképez, a ti lángjaitokat. Eleddig az Úr külön utakon vezetett benneteket. Mindegyik a maga helyén világvilágosságaként szolgált, és most abban a kegyelemben van részetek, hogy ez a két láng egyesül a házasságban. Éppen ezért kérlek benneteket, hogy szimbolikusan ezzel a két gyertyával gyújtsátok meg a házasságot. És ezzel is jelezzük, hogy ez a két élet immár egyé válik. És a két gyertyát el is lehet fújni, mert immár együtt léteznek. Fogadjátok az Isten áldását. A minden jónak adója, szeretetnek és kegyelemnek Istenet, áldjon és őrizzen meg titeket. Adjon bölcs és hálás szívet a jónapokban, béketűrést és bizalmat a próbáltatások idején. Áldjon meg a földön, testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban. Áldjon meg majd egykor örök üdvösségben a mennyekben, ami Urunk Jézus Krisztus áldását. A gyülekezet helyet foglal. Ég beszáll és álmodik, más kóborban
Köszönöm, Jézsövi. Én köszönöm a tiszteletet, és köszönöm szeretiteket a nemében. Nem tudom, hogy mit mondhatni, hogy jó gondolat és jó tanács elhangzott prédikációban. Saját tapasztalatból és megélt dolgokból hoztam egy gondolatot és egy igét. Ez pedig a Mózes második könyvében van megírva, 11. és 14. versen, így hangzik. Az Úr arcot lettetek, köszönöm, hogy emlékeztek. Nem tudom, milyen a házasság, de biztos lesznek olyan momentumok, olyan pillanatok, amikor azt mondjátok már, hogy én egy konfliktus is, majd én ezt megoldom. És aztán lesz olyan, hogy mégsem tudjátok megmondani, és ki akartok szállni. Nem tudom, hogy én azért indulni magát. De akkor, akkor is én eszembe fogjátok, ott van az a kész az életetekben, aki harcol életetek, akkor úgy van, hogy már nincs örültök, már nincs szeretetek, akkor már nincs elfogadás, vagy elismerés a másik iránt. Akkor is érzetek akár az igyekéknél mondanak, hogy az Úr harcra értetek, és tudom, hogy el van érkeznek. És tényleg sok boldogságot, és csak már is tudok mondani, hogy ezt így fogadjunk. Thank you.
Köszönjük szépen Nórának és Debrenti Balázsnak, aki zongorázott. Köszönjük szépen. Milyen elmondanak a versenyen, rövid kisége szakadt gondosítás. Pálokosonnak a teszemónikat a lelkezés, leveridol a első a testvéri szeretetről nem is kell nektek írnom, hiszen titeket már maga Isten megtanított arra, hogyan szeressétek egymást. Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen és békésen. Titeket maga Isten tanított meg egymás szeretet. A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljon. Nem lehet a szívnek parancsolni, hogy ne szeressen, ha valaki szeretni. Ha megtalálta az egyetlen egyet, amit annyit mutat, hogy nem lehetett egymást elkerülni, mert titeket maga Isten tanított meg egymást. Krisztus legyen az alapszikla, a rajta épüljön be a boldogságtok vár. Legyen el arra valóban bevehetetlen, nem attól jutott hozzá a kérdéket. Mentsétek egymást, mint Isten ajándéka. Ne bújjátok fel egymásnak a hibát. Ha jönnek hibák, meg kell békülni, meg titeket. Maga Isten tanított meg egymást. Nem az utca neve, sem a világ. Ismeritek az Úr parancsát. Csendes életet folytathatok, mindig jó példával járjatok. Legyetek Krisztus levelei, akiket olvassak, mindig legyetek. Ne becsmérjen titeket senki, mert titeket maga Isten tanított meg. Egymást szeretni. A lelketekre gondot is tegyetek, az oda kell valókat őket. Éljetek Isten dicsőségét, otthonotok legyen a mennyi előképe. Akkor életetek áldás kísérő. Mert titeket maga Isten tanított meg. Legyen most szeretni. Amen. Köszönjük szépen. Thank you.
Mindezeknek utána Istennek népe az Úr áldja meg és őrizze meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te rejjel és adjon néked békességet. Élet